Két új autóipari beszállítónak biztosít telephelyet Kecskemét önkormányzata. Áttekintette a Kecskemét közvilágításával kapcsolatos helyzetet az ezt vizsgáló bizottság. Megnyitották a Mercedes-Benz gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia 12. szezonját. Jó estét kívánok! Önök a Hírórában a hírös híreket látják csütörtökön 19 órakor. A nehézségek ellenére városunkat a fejlődés útján tudtuk tartani, és így meg tudtuk tartani Kecskemétet az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városának. Ez dr. Fekete Gábor mondta napirend előtti felszólalásában. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője a most záruló ciklust értékelte, csak úgy, mint Király József, a Szövetség, a Híres Városért Egyesület frakcióvezetője, aki többek között kiemelte, hogy egy unortodox demokráciában nehéz egy ellenzéki párti ötös fogatot egyben tartani, így ez nekik sem sikerült. Az elmúlt 5 év értékelésével vette kezdetét a mai közgyűlés. Dr. Fekete Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, először kiemelte a nehézségeket, úgy mint a Covidot, a háborút, mely utóbbi a mai napig fogságban tartja az Európai Unió és Magyarország gazdaságát is. A kormánypárti politikus kiemelte, hogy mindezek ellenére városunkat a fejlődés útján tudtuk tartani, és így meg tudtuk tartani Kecskemétet az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városának. Számos cég költözött 2019 óta Kecskemétre, illetve számos cég bővítette telephelyeit, végzett beruházásokat. De nem mindig csak a gazdasági sikerekről beszéljünk, hiszen más téren is nagyon sokat léptünk előre. Az egyik legfontosabb, hogy nagy léptékű útfejlesztések történtek a városba. Ezek közül az egyik közvetlenül a körzetemet is érinti, hiszen felújításra került a 441-es út katonatelepi szakasza. A frakcióvezető példaként említette az Izsáki utat, a Károly Róbert körutat, valamint a 445-ös elkerülőt, mert eljutott egészen Hetényegyházáig. Az új utak építésénél bicikliutak is épültek, gondolva a jövőre, hogy megadjuk a lehetőséget a biciklis közlekedésnek is, fogalmazott dr. Fekete Gábor, majd kiemelte, hogy figyeltek az oktatási intézményekre is. Számos új bölcsöde, óvoda épült meg, vagy újult fel. Gadafalván, Hetényegyházán, Katonatelepen, Belvárosban, Széchenyi városban és a Vacsi közben. Szinte az egész város lefedve újultak meg oktatási intézményeink, vagy pedig épültek teljesen új oktatási intézmények. A városért tett erőfeszítéseinket látva a kecskeméti polgárok úgy döntöttek, hogy beáraszták az ellenzéket, számos körzetet elbuktak, és újra a nemzeti érzelmi jobboldalnak, a Fidesz-KDNP-nek adtak fel a hatalmazást a város vezetésére. Király József, a Szövetség, a Híres Városért Egyesület frakcióvezetője is értékelte a 2019-ben kezdődő ciklust, valamint a saját munkájukat is. Hogy már most tudjuk, hogy az új testület kikből áll össze. Az itt jelenlévők közül többen nem folytatják képviselői munkájukat, így frakció tagjaink közül sem. Ezzel kapcsolatban megjegyezni kívánom, hogy egy unortodox demokráciában nehéz egy ellenzéki párti ötös fogatot egyben tartani, így nekünk sem sikerült ez. Király József a kimaradt különutasoknak sok sikert kívánt az élet más területein. Az ötös főút mentén két új autóipari beszállítónak biztosít telephelyet Kecskemét önkormányzata a szükséges helyi rendelet módosításával. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester a mai közgyűlési előterjesztés kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a két új cég, amelyek egyike keletről, a másik pedig nyugatról érkezik, az bizonyítja, hogy a megyeszékhely továbbra is vonzó a befektetők számára. A település szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításával segíti Kecskemét önkormányzata azt a két ide települő céget, amelyek itt az ötös út mentén több mint 86 ezer négyzetméternyi területen építik fel telephelyeiket. A vállalkozások megközelítését 4 leágazással rendelkező körforgalmú csomópont is segíti majd. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztés kapcsán azt mondta, hogy Kecskemét egyik versenyelőnye, hogy az idejövő munkahelyteremtő vállalkozások segítésének jól bejáratott gyakorlata van. Ebben az esetben is erre van szükség.
Szemereiné Pataki Klaudia polgármester a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztés kapcsán azt mondta, hogy Kecskemét egyik versenyelőnye, hogy az idejövő munkahelyteremtő vállalkozások segítésének jól bejáratott gyakorlata van. Ebben az esetben is erre van szükség. Két új betelepülő vállalkozásnak az infrastruktúrális együttműködési lehetőségeit teremtsük meg, és a helyi építési szabályzatunkat úgy módosítsuk, hogy ez a két új betelepülő autóipari beszállító, amely az egyik nyugati irányba érkezett, a másik pedig keleti irányból érkezett, látva így a városunk sokszínűségét és több lábon állását, támogassuk a döntésünkkel. Az előterjesztés kapcsán Kopping Rita baloldali képviselő arra volt kíváncsi, hogy a tervekben szereplő körforgalmi csomópontot ki fogja megépíteni, később pedig üzemeltetni. A polgármester válaszából kiderült, hogy a terület tulajdonosa fogja kialakítani a körforgalmat, üzemeltetése pedig azt át fogja adni a közútkezelőnek. Az előterjesztést végül egyhangulag támogatta a közgyűlés. Több alkalommal és széleskörűen foglalkozott a város közvilágításával kapcsolatban felmerülő problémákkal az ezt vizsgáló bizottság, amely ellenzéki javaslatra alakult meg. A mai közgyűlésen Levicki Cyril, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője részletezte az eredményeket. Áttekintette a Kecskemét közvilágításával kapcsolatos helyzetet az ezt vizsgáló bizottság. A mai közgyűlésen Levicki Cyril önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke hangsúlyozta, sokszor komoly műszaki okai vannak annak, hogy nem működnek a lámpák, amelyek javítása időbe telik. A másik probléma pedig az, hogy sokan inkább a neten hőbörögnek, mintsem bejelentenék a problémát. Tegyünk meg mindent azért, hogy minél több fórumon megjelenjen az, hogy hol lehet pontosan bejelenteni a hibákat, tekintve, hogy ez egy naplózott bejelentésként történik, és amikor megtörténik a bejelentés, onnantól kezdve van a hiba elhárító cégnek határideje, hogy mennyi időn belül kell elvégeznie a javítást. Ha pedig nem teljesíti határidőn belül a munkát, akkor ködbért kell fizetnie a cégnek. A bizottság azt is megállapította, hogy a régi típusú kompakt fénycsöves világító testeket ki kell cserélni. Mindeközben az Európai Bizottság kiadott egy olyan irányelvet, mely megtiltotta a kompakt fénycsövek gyártását, tehát át kell térni a ledes technológiára. A lényeg azonban az, hogy minél gyorsabban kiderüljön az, ha egy lámpa nem világít. Olyan világító testek kerüljenek a villanyoszlopokra, amelyek jobb hatékonysággal működnek, nagyobb a fényerejük, másrészt pedig jóval kevesebb energiát fogyasztanak, és nem utolsó sorban azonnali rendszerben, mondjuk a város naponta egyszer olvasná le, ad arról jelentést, hogy nem működik a lámpa. Ehhez ugye komoly informatikai hálózati munka kell a háttérben. Ennek az informatikai megvalósítása tervezés alatt van, valamint készül egy gazdaságossági számítás, illetve a forrás megteremtése is feladat lesz a jövőben. Kopping Rita, a Szövetség a Híres Városért Egyesület önkormányzati képviselője példaértékűnek nevezte az együttműködést a bizottságon belül. Király József baloldali frakcióvezető pedig azt javasolta, hogy a hiba bejelentését a lakosok a Városházának is juttassák el, ne csak az MVM-nek. Pászti András, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője szerint pedig megoldás lehetne, hogyha az MVM nyilvánosságra hozná a hiba bejelentéseket, így mindenki láthatná, hogy érkezett a jelzés egy adott lámpa vonatkozásában. Összehangoltan, fokozottan járőröznek a városrendészek és a rendőrök, hogy visszaszorítsák a guberálók jelenlétét a városban. A flakonok 50 forintos visszaváltása országos szinten hozta magával a jelenséget, miszerint a hajléktalanok folyamatosan túrják szét a kukákat. Kecskeméten azonban a hatóság azonnal reagált. Már ezen a héten elkezdődtek azok az összehangolt akciók, amelyek a guberálást hivatottak megakadályozni. Az ügyben többek között Gamakovács Gábor, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője, és dr. Németh Zsolt, a Kecskeméti Városrendészet Intézmény vezetője meghozta a szükséges döntéseket. Németh Zsolttól megtudtuk, hogy fokozottan teljesítenek járőrszolgálatot a rendőrök és a városrendészek együtt és külön-külön is.
Ezek az ellenőrzések azon időszakokra koncentrálódnak, amikor a lakosok kihelyezik a kukákat. Mivel ez a szemétszállítás előtti napon, délután 6 órától már megtörténhet, ezért az éjszakai időszak az, amikor a hajléktalanok megjelennek, hogy szert tegyenek azokra a flakonokra, amelyeket 50 forintért vissza tudnak váltani. Ezen túlmenően a térfigyelő kamera rendszer adatait is felhasználják a guberálok felderítésére, beazonosítására, valamint az eljárások kezdeményezésére. Ezen cselekmények kimeríthetik a köztisztasági szabálysértést és a garázdaság büntettét. A hulladékkezelés dilemmáját Király József, a Szövetség a Híres Városért Egyesület frakció vezetője is felvetette a mai közgyűlésen, és kérdezte Szemereiné Pataki Klaudiát a témában. A polgármester válaszát a baloldali önkormányzati képviselő elfogadta. A városvezető kiemelte, hogy Kecskeméten azonnal reagáltak az egész országot érintő problémára. Befejezte munkáját a tavaly decemberben létrejött útkarbantartási ideiglenes bizottság Kecskeméten, amelynek elsősorban a külterületi földutak járhatóságának folyamatos biztosítása volt a feladata. A testület 9 alkalommal ülésezett és javaslataival nagy mértékben hozzájárult az érintett lakosság panaszainak csökkentéséhez, hangzott el a közgyűlésen napirendre került beszámoló kapcsán. A közgyűlés megbízásával Sipos László elnökletével dolgozott több mint fél éven át az útkarbantartási ideglenes bizottság. Az ülések alkalmával a városrészi képviselők a lakossági kérések tolmácsolásával, javaslataikkal segítették a városüzemeltetés munkáját, főképp a földutak rendszeres és minőségi karbantartása érdekében. Amit csak lehetett, megoldottunk, mondta az elkészült beszámoló kapcsán Sipos László elnök. A testület munkájáról elismerően beszélt Dobos József, Levicki Ciril és Király József képviselő is. Többen is megjegyezték ugyanakkor, hogy a városüzemeltetés gépparkja a jelentős 2,5 milliárd forint értékű fejlesztés nyomán már alkalmas a földutak járhatóságának folyamatos fenntartására. A gond most az, hogy nincs elég munkaerő a járművek kezeléséhez. Az útkarbantartási ideiglenes bizottság beszámolóját végül 12 igen és 4 tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés. Élj együtt a sporttal! Mottóval nyitották meg tegnap délután a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia 12. szezonját Kecskeméten. Az akadémia 30 csapattal, 46 szakemberrel és nem kevesebb, mint 450 ifjú sportolóval vág neki az újabb évnek. Élj együtt a sporttal! Ezzel a mottóval nyitották meg tegnap a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia 12. szezonját. A megnyitón elsőként Jánosi István, Kecskemét város sportért felelős tanácsnoka mondott köszöntőt, melyben kiemelte, legutóbb az olimpia adta ékes bizonyítékát annak, hogy sportnemzet vagyunk. Fontos azonban, hogy sportoló nemzet is legyünk, azaz minél többen megértsék a mindennapi mozgás fontosságát és el is kezdjék a rendszeres sportolást. Ahhoz, hogy ez a nemzet valódi nemzet legyen, sportnemzet legyen, ahhoz elengedhetetlenül szükségesek azok az alapegységek, amelyek ezt működtetik. Ugye az nemzet esetében ennek alapegysége a család, ha a sportnemzetről beszélünk, a sportolók nagy nemzetéről, akkor pedig azok a közösségek, amelyek a sportot éltetik, a sportot működtetik. Hát a Kosárlabda Akadémia egy ilyen, most már 12 éve nagyon-nagyon sikeresen működő közösség. Ezután Ivkovicsné Béres Tímea, a Kosárlabda Akadémia vezetője szólt a jelenlévőkhöz, elsőként számba véve az elért sikereket, melynek egyik fő mércéjét a válogatott meghívások száma jelenti. 11 fő kapott meghívást a nemzeti válogatott kereteibe, és a megye válogatottak együtt 46 sportolóra lehetünk büszkék. Az akadémia több mint 400 fiatal sportolóval vág neki az újabb évnek. Ivkovicsné Béres Tímea a köszöntőjében kiemelte a főbb számokat. A 12. szezon 30 csapattal, 46 szakemberrel és 450 regisztrált sportolóval kezdjük meg. Ma azonban nem csak az új szezon kezdetét, hanem az elkötelezettségünket és az összetartozásunkat is ünnepeljük. Az akadémia vezetője az újdonságok között beszélt arról, hogy csatlakoztak a Sportoló Nemzet programjához, mellyel a szülőket, családokat is próbálják megszólítani.
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által bevezetett területi együttműködési rendszerhez is csatlakoztak. Ebben fő partnerük a területi központként működő Debrecen lesz, míg Kecskemét a délkeleti régió alközpontjaként funkcionál majd. A megnyitón díjazták a legjobb eredményeket elért leány- és fiúcsapatokat, és átadták az év munkatársa díjat is. Az évnyitóról szóló bővebb cikkünk és képgalériánk hírportálunkon, a híres.hu oldalon érhető el. Új átadópontot nyitott a kecskeméti Szatyor bevásárló közösség a Kápolna utcán. Az önkéntes szerveződés célja, hogy segítséget nyújtson a helyi lakosságnak a környezet és egészségtudatos, valamint társadalmilag felelős életvitelhez. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk a KTV kiemelő magazinjának szerda esti adásában Szigeti Lászlóval, a Kecskeméti Szatyor Egyesület elnökével. A Kecskeméti Szatyor bevásárló közösség egy 2011 óta működő önkéntes szerveződés, melynek új közösségi központja a belváros közeli Kápolna utcán nyílt meg az elmúlt héten. A szervezet a helyi, egészséges élelmiszerek fogyasztására hívja fel a figyelmet, és ezt biztosítja új helyre költözött átadópontjában is. Vendégünktől, Szigeti Lászlótól megtudhattuk, hogy milyen termékekre adhatók le rendelések az önkéntes szerveződés webáruházában. Alapvető fogyasztási élelmiszerek vagy élelmiszerekre, amit egy klasszikus háztartás a mindennapokban fogyaszt, pékáru, zöldség, gyümölcs, tejtermékek, de vannak feldolgozott élelmiszerek, mint lekvárok, szörpök, és igazából bevettük már még szortimentbe helyi kézműves termelőknek a portékáit is, gondolok itt azért van fércművesünk, van olyan termelő, aki a helyi jellegű bőrdíszműveket, bőrtáskákat állít elő vagy készít. A Szatyor bevásárló közösség azért jött létre, hogy segítse a vásárlók és a termelők egymásra találását, így a rövid ellátási lánc biztosításával elősegítse a helyi gazdaság és a helyi közösség erősödését. Ezzel hozzájárulnak a környezetterhelő hatások csökkentéséhez és a lakosság egészségesebb életmódjához. A termelőkkel, akikhez ki is járnak a közösség tagjai, hosszú távon egyfajta bizalmi kapcsolat alakul ki. Igyekszünk ugye olyan termékeket és terményeket a szortimentbe felvenni, ami egészséges. Tehát ugye, és akkor itt nem akarok arra hagyatkozni, hogy bió vagy nem bió, természetesen van biótermelünk is, de ugye az azt jelenti, hogy papírja van róla, hogy, és akkor ugye ez egy minősítő intézet vagy hatóság ugye őt minősíti, és akkor ő kimondhatja, hogy bió. De a legtöbb termelünk úgynevezett kíméletes módon termel. A műtrágya használatát minden termelő kerüli, mert hosszú távon az nem teszi jót a termőföldnek, jegyezte meg a közösségi szervezet elnöke. Az átadóponton a heti megszokott termékátadás mellett az érdeklődők személyesen is találkozhatnak számos termelővel, akik lehetőséget biztosítanak finomságai kóstolására, illetve a helyszínen is lehet vásárolni tőlük. Értéktár oklevéllel jutalmazták a Kecskeméti Városházát a Megyeházán ma megtartott Értékzsongás Bács-Kiskunkban című értéktárkonferencián. Idén 19 település vehette át a rangos elismerést. Értéktár oklevelet kapott a Kecskeméti Városháza az Értékzsongás Bács-Kiskunkban című értéktárkonferencián. Az elismerést professzor dr. Stahó Pekári István alpolgármester és Balogh Zoltán az önkormányzat fejlesztéspolitikai irodájának vezetője vett át. A csütörtök délelőtt megtartott rendezvénynek a megyeháza adott otthont. Az összejövetel célja a vármegye gazdag kulturális és természeti örökségének bemutatása és népszerűsítése volt. A Bács-Kiskun Vármegyei Értéktárbizottság az utóbbi időben 32 új vármegyei értéket ismert el. Jövő nyárra várható a Bács-Kiskun 100-szor szép kötet, mely egyelőre 10 vármegyei értéket mutat majd be, illetve QR kóddal beágyazott videókkal illusztrálják majd a helyi kincseket. Az eseményről bővebben kiemelő magazinunkban számolunk be. Alpesi Kürt workshopot tartottak ma a Kodály iskolában. A diákok megismerkedhettek a hangszerrel és meghallgathatták a svájci nagykövet előadását a svájci-magyar kapcsolatokról. Diákok szólaltatták meg az alpesi kürtöket a Kodály iskolában. A svájci napok keretein belül egy interaktív alpesi kürt workshopot hallgathattak meg ma a diákok a zenészektől, amiután ki is próbálhatták a hangszert. Svájcban több mint 2000 ember tudja profin fújni, és még legalább ennyien hobbi szinten. Az interaktív workshop alatt a diákok rengeteg kérdést tettek fel, amelyre a zenészek örömmel válaszoltak.
Bár nem könnyű megszólaltatni a hangszert, a Kode iskola diákjainak egyből sikerült. Igazi együttesként szólt a kürtszó. A workshop után Jean-François Sparrow tartott előadást Switzerland in your school, azaz Svájc az iskoládban címmel. A témával bővebben kiemelő magazinunkban foglalkozunk. A Neumann János Egyetem oktatói, munkatársai, hallgatói bulisztak együtt szerda este az egyetem gólya köszöntő és tanévnyitó fesztiválján. A Neumann Enter Festet immár harmadik alkalommal rendezte meg a Kecskeméti Egyetem. A kampusz udvarán 18 órai kezdéssel megrendezett esemény idei sztárvendékei DJ Antonio és DJ Newik voltak. A rezidens DJ az est házigazdája Kincses Szabi volt. Nagy sikere volt ezúttal is a kizárólag egyetemi polgárok, hallgatók, oktatók számára nyitott hajnalig tartó tanévnyitó bulinak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer, röviden. Az 5-ös főút mentén két új autóipari beszállítónak biztosít telephelyet Kecskemét önkormányzata a szükséges helyi rendelet módosításával. Szemerei Népataki Klaudia polgármester a mai közgyűlési előterjesztés kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a két új cég azt bizonyítja, hogy a megye székhely továbbra is vonzó a befektetők számára. Áttekintette a Kecskemét közvilágításával kapcsolatos helyzetet az ezt vizsgáló bizottság. A közgyűlésen Levicki Cirill önkormányzati képviselő a bizottság elnöke hangsúlyozta, sokszor komoly műszaki okai vannak annak, hogy nem működnek a lámpák, amelyek javítása időbe telik. Összehangoltan fokozottan járőröznek a városrendészek és a rendőrök, hogy visszaszorítsák a guberálok jelenlétét a városban. Éj együtt a sporttal mottóval nyitották meg tegnap délután a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia 12. szezonját Kecskeméten. Az akadémia 30 csapattal, 46 szakemberrel és nem kevesebb, mint 450 ifjú sportolóval vág neki az újabb évnek. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Következik a kiemelő. Mai magazinunkban beszámolunk, hogyan bővítik Kecskemét villamos energiájának kapacitását. Ezt követően megtudhatják, milyen értékeink vannak itt Bács-Kiskunvár megyében. Végezetül a svájci kürtök használatát ismerhetik meg. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 40 perckor, 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7-kor várjuk Önöket. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét! Viszontlátásra! Pénteken nagy részt erősen felhős, hogy borult lesz az ég, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Többfelé kell számítani esőre, záporra. A szeles sok helyen viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 14 fok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Szombaton többnyire erősen felhős, vagy borult idő várható, de helyenként szakadozottabb lesz a felhőtakaró. Több helyen számíthatunk esőre, záporesőre, a szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 9 fokot, napközben 15 fokot mérhetünk. Vasárnap jobbára erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Többfelé várható eső, zápor, a szeles sokfelé erős, viharos lökések kísérhetik. A minimum hőmérséklet 9 és 11 fok, a maximum hőmérséklet 12 és 15 fok között várható.